Az ENSZ egészségügyi világszervezetének felmérése szerint a Földön élő emberek közül minden tizediknek van valamilyen fogyatékossága. Az idén 35. születésnapját ünneplő Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége közel 160 ezres tagságával az egyik legnagyobb civil szervezet Magyarországon. Pénteken Mária Pócson a Nemzeti Kegyhelyen első alkalommal mondtak nemzeti imát a mozgáskorlátozottakért. Isten minden a mi javunkra tesz. A mai evangélium is elhívja fel a figyelmünket. Nem én keresem a mai evangéliumot a mai alkalomhoz, hanem a gondviselői Isten rendezte úgy, hogy mai nap ezt az evangéliumot olvassuk fel. Ahogy éppen Jézus Krisztusnak mondják, éppen Jézus Krisztussal kapcsolatban hangzik el, hogy orvos, gyógyíts önmagadat! Magyarországon a mozgássérült emberek számára azért a 98-as év egy történelmi fordulópont volt, hiszen Magyarország először alkotta meg azt a jogszabályt, ami az esélyegyenlőség megteremtéséről szól, tehát a magyar állam felelősséget vállalt annak érdekében, hogy a fogyatékos embereket az élet minden területén felzárkóztatja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 10 000 mozgássérült él, közülük mintegy 4 000-en dolgoznak 25 speciális foglalkoztatónál. A megyei egyesület a lehető legtöbb programot igyekszik kínálni a több mint 6 000 egyesületi tag számára. Közösségi programok vannak, nappali intézménnyel rendelkezik az egyesület, foglalkoztat 25 gyereket, ilyen fiatal korúakat, rehabilitációs foglalkoztatásba, támogató szolgálattal meg tudjuk oldani a beszállításukat, de szomorú számunkra, hogy nehezen jutunk hozzá olyan pályázathoz, amin nyernénk is egy újabb támogató szolgálatos buszt. A nemzeti misén több mint 1000-en vettek részt, és igyekeztek lelki vigaszt találni bajaikra. Mária segítsége nem csak abban nyilvánulnak, hogy oda tesszük a falra a magunkat, hit hagyjuk, hanem abban, hogy elfogadjuk az állapotunkat, és kibékülünk vele. Mert az emberi sors olyan, hogy nem biztos, hogy mindig csak táncolni fogunk, hanem tudomásul kell venni az állapotunk. Ennyit. Az ország egész területéről érkezett mozgássérültek közül nagyon sokan vasárnapig Nyíregyházán maradnak, ahol a megyeszékhely nevezetességeit keresik fel a vendéglátókkal.